A Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Békás Megyeri Lámpás nemrégiben látássérült emberek számára bűnmegelőzési eladást tartottak. Tudjuk azonban nagyon jól, hogy a különböző trükkös lopások, rablások, kifosztások, lakásbetörések nem csak látássérült embereket érintenek. Manapság bárki válhat áldozattá, sérültek, idősek, főképp az egyedülállók, vagy épp a gyerekek, vagy egyedülálló nők. Mindemellett nem mehetünk el szó nélkül az úgynevezett kiberbűnözés mellett sem, hiszen manapság már az internetes zaklatások is egyre inkább előtérbe kerülnek. Hogy hogyan védekezhetünk az ilyen bűncselekmények ellen, erről tartott eleadást, és erről beszél most nekünk itt a Civil Rádió stúdiójában a harmadik kerületi rendőrkapitányság főtörzs zászlósa, Kardos Zsolt, akit nagy szeretettel köszöntök. Az első kérdés az, hogyan jött ennek a bűnmegelőzési eladásnak az ötlete? Kapitánságunkat a klubvezető kereste meg, ő már részt vett Budapest másik kerületében hasonló előadáson, és hasznosnak tartotta volna, ha saját klubtagjai is hallanak megelőzési lehetőségekről a Budapesti rendőrfőkapitányságnak, illetve minden kerületi kapitányságnak konkrét bűnmegelőzési terve van, és ezek mentén végezzük a feladatainkat, de láthatóan az emberek, az állampolgárok körében beszélgetések témája a mi munkánk, és így több esetben érkezett már felkérés kluboktól, civil szervezetektől hozzánk, hogy tartsunk bűnmegelőzési előadást. Én személy szerint nagyon örülök ezeknek a felkéréseknek, mivel egyfajta visszajelzés, és ez arra, hogy szükség van a tájékoztatásra. Téma a bűnmegelőzés, az emberek között beszélnek róla, megbeszélik egymással, és igénylik az ilyenfajta felvilágosítást. Legutóbb például az Emberi Erőforrás Minisztériumának nyugdíjas tagozatánál jártam, és oda is így jutottam el, hogy ott a klub vezető hallomásból értesült erről, hogy van ilyen lehetőség. De korábban volt például olyan előadásom, a kerületünkben egy kulturális központban, ahová másik kerületből érkezett át nyugdíjas néni, és ő is ezt mondta, hogy ismerősétől hallotta, hogy nagyon hasznos tanácsokat tudnak meg ezeken az előadásokon. És ugye itt különböző hangjátékok, hangfelvételek is elhangzottak, legalábbis a harmadik kerületi Obudai Lámpásklubban, tehát a Békás-megyeri Lámpásklubban amely hangfelvételeken tulajdonképpen különböző szituációkat mutattak be, ugye Törőcsik Mari és Bodrogi Gyula színművészeink tették ezt, ugye az volt a lényege ennek a dolognak, hogy hát bemutattak olyan élethelyzeteket, amely élethelyzetekben sajnos nagyon sokszor áldozatot táválnak ugye a nyugdíjasok, idős beteg emberek főleg, meg hát egyáltalán a jó emberek, akik ugye helyzetüknél fogva talán jobban, könnyebben megbíznak a, a másikban, és valahogy ugye erre ráéreznek azok, akik fölkeresik őket. Ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy melyek az általános intézkedések, amelyeket javasolnak, hogy mire figyeljenek oda a lakástulajdonosok például? Hát ugye az elkövetési módszerek mindig változnak, vagy inkább úgy mondanám, hogy finomulnak, de azért az alapkoncepciók azok nem változnak, ugyanazok. Ha be akar jutni egy elkövető a lakásba, akkor elsődlegesen a nyilázárókat figyeli meg, azokat veszi célba, illetve azt vizsgálja, hogy van-e otthon valaki. Tehát fő szempont, hogyha megfelelő biztonsági zárakkal látjuk el az ablakokat, ajtókat, akkor ezeknek a bűncselekményeknek elébe tudunk menni, vagy megakadályozásába előbe tudunk menni, illetve szükség esetén alkalmazhatunk a lakásban időzített kapcsolókat, ugye ezeknek az a lényege, hogy időközönként felkapcsolnak a rájuk csatlakoztatott lámpákat, és ezzel azt az érzetet keltik, mintha lenne otthon valaki, vagy használhatunk esetleg TV szimulátorokat, imitátorokat, ami pedig olyan villózásokat eredményez eszközöl, melyből azt gondolják a kívülről nézők, hogy Otthon van valaki és tévét néz. Én az előbb ugye már elmondtam, hogy milyen célcsoportok lehetnek, ön is így látja egyébként, vagy önök hogy látják, van -e esetleg erre vonatkozóan a statisztikájuk, hogy melyek a leginkább veszélyeztetett célcsoportok. Úgy fogalmaznám ezt meg, hogy vannak olyan bűncselekmények, melyeknek sértetjei egy bizonyos körből kerülnek ki, és ezzel egyidejűleg vannak olyan bűnelkövetők, vagy bűnelkövetői csoportok, akik konkrétan az ilyen bűncselekmény elkövetésére specializálódnak. Például ilyen a trükkös lopás, vagy az úgynevezett unokázós csalás. Ezeknek a sértetjei minden esetben idős személyek. Ugye a trükkös lopások esetében az elkövetők kimondottan olyan személyeket keresnek fel a lakásukon, akik koruknál fogva hiszékenyebbek, fizikai erőnlétük miatt nem mernek határozottabban fellépni az idegenekkel szembe, Ugye az elkövetők valamilyen hihetőnek tűnő mesével, történettel érkeznek és kérnek bebocsájtást a lakásba, és ott pedig már könnyű dolguk van, a sértettük vagy az áldozatuk figyelmét elterelik, és a szobából különféle értékeket szednek össze. Ezek általában készpénz és égszer szokott lenni. És Ugyancsak közismert bűnelkövetői mód az a kreált élethelyzet, melynek során az elkövető, főleg az éjszakai órákban, telefonon felhívja az áldozatát, az idős szemét, és unokájának kiadva magát, sírós, eltorzult hangon pénzt kér tőle, és arra hivatkozik, hogy balesetet okozott, és a balesetben résztvevő másik személy addig őt nem engedi el a helyszínről, amíg az okozott kárt meg nem téríti. S ezekben az esetekben néha több milliós nagyságrendű pénzösszegekről is szó van. Ez az ál unoka nagyobb összegeket kér, és ugye a helyszínre, az idős ember lakására a barátját küldi el, mivel azt mondja, hogy őt nem engedik el a baleset helyszínéről. Ez a korosztály, ugye az idősebb korosztály fizikai és mentális állapotánál fogva egyébként jobban ki van téve a bűncselekmények veszélyének. Villanyóra olvasás Kovács néni nagyot fújt, amikor végre becsukta maga mögött az ajtót. A nehéz szatyrokban csupa finomság lapult hétvégére az unokáknak. Minden gondolata az unokák körül forgott, a kisebbig úgy nő, mint a gomba. Gondolataiból az ajtócsengő harsogó berregése ébresztette. Vajon ki lehet az ilyenkor, hétköznap délelőtt? Nem vár vendéget és mert óvatos kikémlel az ajtó kukucskálón. Magas férfi elegáns öltözet. Kinyitja az ajtót, akkor látja, hogy ketten is vannak. Kezdi csókolom, Jusztika! Az elektromos művekről jöttünk a villanyórákat leolvasni itt az igazolványom. És Septiben felmutat egy igazolványt is. Különös. Senki sem szólít Justi néninek. Senki sem szólt Justinéninek, de mert minden látogató örömmel fogad, elhessegeti a gondolatot. Jó napot! Villanyóra leolvasás? De hát az éves egyeztetés már januárban megvolt. <laughs> igen, igen. Ez most az évközi. No, meg a... az új villanyórák is jönnek majd. Justinénél volt már felmérés? Most meg felmérés. Egyre különösebb. Felmérés még nem volt. Miért kell az órákat cserélni? De remélem, ezért nem kell fizetni? Nem, nem, nem. Csak jönnek az új típusú órák, ami a héten volt a tévében is. Azok pontosabbak, és így mindenki jól jár. Mert hát csökkenhet a fogyasztás. Hát ha a tévébe is bemondták, akkor. Hát akkor úgy kell annak lennie. A magas úriember a küszöben át az előszobába lép. Pár perc és végzünk, hamar megvan el. Kovács nénibe rossz érzés költözik. Bár csak még élne az ura, ő mindig tudta, mit kell tenni ilyenkor. Míg hezitál és próbálja megfejteni, mitől érzi olyan furcsán magát, a fiatalabban nappali felé indul egy papírral a kezében. Erre... erre itt jobbra van? Kérdi. De mit keres ez a nappaliban, amikor a villanyóra az előszoba falában ül? Egy fenét. Harapja el a szót Kovás néni. Hát nem látja, hogy ott van a válla felett? A férfi megáll, visszafordul és szélesen mosolyog. Yeah. Közben a másik férfi, az ömökebb, kise idősebb az előszobába lép minek kell két ember egy villanyórához? Gondolja Kovács néni, de hát ezekben a mai bolond időkben már nem tudhatja az ember. A fiatalabbik eljegyzetébe számokat ír, egymásra néznek. Te néni, magának túlfizetése van, fordul hozzá végül. Kovács néni szemöldökét összevonva les fel. Túlfizetés? De hát ő eddig mindent rendesen fizetett. Hisz alig használok valamit. Ön többet fizetett be, mint amennyit a villanyóra állása szerint kellett volna. A különbözetet, 9047 forintot most kész pénzben kapja meg. Kovács néni megörül, minden forint jól jön. Nem akar ő egy garassal se többet fizetni. A fiatalember egy húszezrest vesz elő, hogy Kovács néni abból adjon vissza. A néni szívébe melegség szökik a súlyos bankó láttán, de jó lesz majd ezt az unokákra költeni. Aha, no várjon. Megnézem. Dörmögi és próbál bosszúsnak tűnni, hogy leplezze az örömét. A konyhába indul, ahol az asztalon a frissen vásárolt dolgok mellett ott a pénztárcája is. De aztán visszafordul és a nappaliba megy. A könyvek mögött jól eldugva tartja egy borítékban a spórolt pénzét. Siet, megint ez a furcsa érzés. Nem akarja a férfiakat sokáig egyedül hagyni a nappaliban. Hamar visszatér két tízezressel. A két férfi az előszoba közepén áll. A fiatalabbik már körmel is valamit egy papírra, de a toll megcsúszik, lassan halad. Segélykérőn Kovás nénire tekint és a konyhaasztal felé int. Mire Kovás néni csinál egy kis helyet a konyhaasztalon? 9047 forint túlfizetés. Dátum. A kedves neve, villanyúra száma, óraállás. Ennye, de sok tinta, ezért a kevéske kis pénzért. <laughs> a nyugdíjas igazolványát láthatnám? Hogyne, itt van a tárcámban. Húzza elő büszkén, és figyelmét már teljesen leköti az elegánsabb férfi. Meg is feledkezik, hogy ezek ketten voltak, és vajon hol lehet a másik. Ó, de fiatal ezen a képen! Az az unokája? kérdezi a férfi a kredencben lévő képre mutatva. Igen, a Lajos! Szerelő lett a lelkem, nem villany, autó. Ott is van már két kicsi. Kovács néni szívét melegség önti el. Az idősebb férfi képe jelenik meg az ajtóban, kérdőn, hogy mi tart ilyen sokáig. Kovásnéni leszámolja a visszajárót, aláír és a férfiak már ott sincsenek. A heveder megnyugtató surrogással futnak helyükre, kovásnéni örömmel teli szívvel indul a nappaliba, hogy a friss, ropogós húzezresta spórolt pénz közé tegye. A könyvek mögé nyúl a szokott helyre. A boríték sehol. Kovásnénibe villámcsapásként hatol a felismerés. Eltűnt, ellopták. Minden addigi rossz érzése beigazolódni látszik. Még kétségbe esetten kotorászik a könyvek mögött, de már tudja, hogy a köpcös alak merre járt, míg ő az unokákról mesélt a konyhában. Úristen, hogy ez épp vele történik. A telefonhoz rohan és tárcsázza a 112-t. Többször hallottunk az áldozat segítő szolgálatról. Tudna nekem ez, ezzel kapcsolatban valamit mondani, hogy kik azok, akik az áldozat segítőhöz fordulhatnak, illetve mi a menete ennek, hogyha valakit lopásért akár a lakásában támadják meg és rabolják ki, akár az utcán, akkor mit lehet tenni, hogyan tud segítséget kérni? Igen, valóban létezik áldozatsegítő szolgálat. Az áldozatsegítő szolgálathoz bárki fordulhat segítségért, aki bűncselekmény áldozatává vált, illetve a kör kiterjed azoknak a személyére is, akik valamilyen módon részesei voltak egy bűncselekménynek. Például, ha valaki egy emberölés szemtanúja volt, és emiatt lelki segítség nyújtása van szüksége, az áldozat segítő szolgálat pszichológus révén tud ezeknek a személyeknek is segíteni. Ez a lelki része, de van-e anyagi része, hogyha például valakit kirabolnak, vagy betörésért mondjuk, és meg kell javítani egy nyilázzárót, vagy pótolni kell egy értéket, akkor anyagilag kérhet segítséget, vagy kaphat? I így van anyagilag is kaphat és kérhet is segítséget. Ugye ennek az a menete, hogy amikor megteszi a feljelentést a, a rendőrkapitánságon, akkor a feljelentés megtétele során a rendőrség tájékoztatja erről a lehetőséget, lehetőségről a sértettet és egy igazolást is kiállít részére, illetve hát a maga a feljelentés az, amivel fordulhat aztán az áldozat segítő szolgálathoz. Ugyan a uh, egy jegyzőkönyvet a feljelentés. Így van, uh, így van, és léteznek ilyen, ilyen gyors segélyek, melyek uh, ugye azt jelentik, hogy azonnal tudnak pénzbeli segítséget nyújtani is, ha olyan uh, esetről van szó. De egyébként uh, a rendőrség is már kezdeményezheti, vagy kérheti az áldozat segítő szolgálatnak a, a közreműködését, akár már a rendőri intézkedés során is, vagy a kihallgatások során. Ez egyébként nem helyhez kötött, annyit kell róla tudni, hogy az áldozat segítő szolgálatok, például Budapesten minden kerületben, a kerületi okmányirodákban találhatóak meg, vagy kormányablakokban. Helyileg ide tud bemenni a sértet, de ezt ugye mi a tájékoztatásban részére meg is adjuk, és úgy értem, hogy nincs helyhez kötve, hogy például, ha Óbudán egy üzletközpontnak a parkolójában föltörik egy gödölői lakosnak az autóját, és abból elvisznek értékeket. Akkor az a gödölői lakos akár hozzánk is bejöhet a Harerpár utcai okmányirodába, de akár az otthonába is fölkeresheti a ö, szolgálatot. Igen, hát hiszen ugye a rendőrség az egy központi rendszer, gondolom, tehát mindenhol tudnak arról, hogyha egy kerületben történik valami, ugye, tehát már csak a körözés miatt is, mert ugye a tolva is sem egy kerületen belül mozog, hanem ugye nyilván ilyenkor a kollégáknak össze kell dolgozni, egy kerületen kívül is gondolom, ugye emiatt is. Igen, így van, így van. Értem, van-e valamilyen bűnmegelőzési program a kerületükben ezen túlmenően, amelyet itt ugye külön szerveznek időseknek, vagy éppen fogyasztásoknak? fogyatékossággal élőknek, ahogy tették ezt a látássérültek esetében is. Így van, létezik konkrét bűnmegelőzési program. Iskolákban például, mi... vagy oldák, nagyobb csoportokban esetleg. Minden kerületben, kerületi kapitánságon létezik egy, egy konkrét feladatterv, aminek mentén, ami alapján mi végezzük a munkánkat, és ez nem csak, nem csak a, a kiszolgáltatott személyeket foglalja magába, hiszen bárki válhat bűncselekmény áldozatává, tehát ebbe a programba ugyanúgy beletartoznak a lakástulajdonosok, az autótulajdonosok, akik közlekednek, vagy éppenséggel az internet használók. Tehát mindenki részére eljuttatjuk a, a tanácsainkat, de a programnak szerves részét képezik, viszont a, azok a csoportoknak, azoknak a csoportoknak a tájékoztatása, például a gyerekek, fiatalkorúak, nők, idősek, fogyatékkal élők, akik valamilyen oknál fogva kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Ugye a gyerekeket említette, és a gyerekeket érintő dolgokat, ugyanúgy megjelenünk az óvodákban, iskolákban, és ezekben az intézményekben, vagy a, az a környékén történt bűncselekményekkel kapcsolatban nem csak a gyerekeknek a, a figyelmét hívjuk föl, illetve nem csak nekik tartunk előadásokat, de szülői értekezlet keretén belül a szülőknek is tartunk előadásokat, illetve a tanároknak, oktatóknak, nevelőknek úgy szintén tartunk ilyen előadásokat. É, és. Melyek a leggyakoribb bűncselekmények? Egyértelműen csak a fizikai, vagy most már inkább a kiber, tehát az internetes támadások, vagy mind a kettő jellemző? Ezeket uh, inkább szét tudnám úgy választani uh, korcsoportokra is, mert inkább a fiatalok körében. Az internetes zaklatás az, az eléggé előtérben van, viszont a, a hagyományos, rendes fizikai bántalmazás is azért némely helyeken jobban előfordul. A... a fiatalok az elkövetők, vagy az áldozatok inkább, vagy mind a kettő? Fiatalok az áldozatok is, és fiatalok általában az elkövetők is ezekben az esetben. Tehát itt ugye az internetes zaklatáson belül, vagy internetes zaklatásnál ugye inkább erről beszélünk, hogy az osztálytársak, kortársak egymást zaklatják egymás fotóival, egymás adataival úgy élnek vissza, ahogyan nem kellene, és ez ugye már bűncselekményt képez, vagy bűncselekmény kategóriába tartozik. Értem. Van-e valamilyen további terve a, a, kerületi kapitányságuknak, amely jó voltából megpróbálnak esetleg még több helyre eljutni vagy vagy valamilyen egyéb ismeretterjesztő formában eladásokat szervezni. Igen, ezeket általában mindig figyeljük, hogy hová lehetne és hogyan lehetne ezeket a programokat akár játékos vagy interaktív formában eljutatni. A kör az mindig bővül, ugye most a látássérülteknél tartott előadás is egy, egy ilyennek a része volt, tehát náluk én még nem voltam, és nagy örömmel vettem, hogy, hogy hívtak engem, illetve nagy örömmel veszem más helyekről is a, a meghívásokat. Természetesen ugye, ami a feladatunk, beletartozik, azokat ellátjuk, de ezen kívül bárhová szívesen elmegyünk. És ugye én személy szerint örülök, hogy ebben a munkában részt vehetek. Hálás feladat ez, Felelősség teljes is, és, és euh, eléggé összetett, és oda kell figyelni, hogy megtaláljuk azokat a csatornákat, azokat a lehetőséget, lehetőségeket, amelyek alapján a megelőzési információkat konkrétan a cél közönségnek tudjuk eljuttatni, és euh, minél kevesebb információt juttassunk el az elkövetőknek. Kedves hallgatóink, az iménti percekben a bűnmegelőzésről beszélgettünk, Kardos Zsoltal, a harmadik kerületi rendőrkapitányság Főtörz zászlósával.